Sziasztok, Blackmanom vagyok, és itt a Dawn of War 2 Chaos Rising második része. Az előző részben belekezdtünk ebbe a régi, klasszikus játékba is. Folytattuk a sztorinkat, miszerint ugye a tiranidokat előztük, tehát kipusztítottuk, és akkor a káosz így felkelt, tehát kell, hogy legyen egy új ellenfél mindig. És szokás, itt van a társam Beckett. A felszereléseket megcsináltuk szépen. Egyenlő a Force Commanderemnek felraktam egy Forge Breaker-t. Lehet, hogy közelharci fegyver, tehát nem amiatt használom, mert közelharci, hanem azért meg Corruption-t ad. Lényeges ugye, hogyha Chaos-t akarunk építeni, mi megbeszéltük ugye, hogy vagy Chaos leszünk, vagy Space Monk, tehát vagy az úgymond angyalokat támogatjuk, vagy a démonokat. De mi azért rossz fiúk leszünk, ugye? Senki nem akar jó fiú lenni, mert az minek? Chaos Rising van, nem Good Rising. Vagy mit tudom én, Cleansing Rising. Vagy Fallen Angel, ja, de bocs, Fallen Angel az lesz. Ja. Van ilyen Blighted Daughter is, de ezt ugye Tarkus tudja csak használni, majd erre is sor kertünk szerintem, hogy ezt tudja használni, igaz? Igen, csak 6-os Corruption kell hozzá, viszont a Blighted Bolternek a legnagyobb előnye, hogy többször upgrade-elhető, és egyre nagyobb igénye lesz, de egyre több bónusz is ad. Igen, tehát minél hamarabb be kell rakni Tarkusnak. Lehet, és igen, csak azért használom a Forge Baker, mert plusz 4 Corruption-t ad. Emeték ezután a pálya után fogja jelezni, hogy hogy állunk a Corruption-nel. Jelenleg Aurelien vagyunk, és most ugye az ellenfelünk az imperiálok. Nem kiderült, hogy ezek az imperiálok nem is ilyen, hát valószínűleg biztos ilyen megszállottak, de eddig csak az az infó derült ki, hogy a volt kormányzónak a csicskásai. És hogyha megnézzük itt a campaign rankot, másabb is a felépítés, tehát nagy levegő. Hú, nem lesz defense mission. Egy lesz csak. Egyetlen egy. Igen, egyetlen egy, tehát még az alapkampány színültig volt defense mission, de itt nem lesz. Rájöttek a készítők, hogy marhaság, nagy taps nekik. Szóval itt, ahogy megnézzük a statokat, ugyanúgy van, hogy Night of Doom, tehát ezt most lehet növelni, nem is írja mondjuk. Hát, majd idővel meg lesz. Itt nem aggódok a tüzei miatt, a rank miatt. De ugye ezek pontok, tehát egyenlően csak Eldar törtünk meg Imperial Guardot, a franc. Abó viszont, mennyit akarok. Már az első pályán 551-et. Az kemény. Úgyhogy így állunk. Na, egyelőre Oitus-t, Force Commander-t, Tarkus-t és Orion-t fogjuk használni. Orion-t is csak azért használjuk, hogy ő jobban növeli a Corruption, tehát passzívja miatt. Melyik az a passzív, amit mondtál? Nem, egy globál képessége lesz, amit 50 szekenként tudok elnyomni, és az egy Corruption-t ad minden egyes elnyomásnál. Na. Tehát ezért tehát használjuk. Amíg 12-es Corruption-on nem lesz mindenki, addig Orion-t az bennhagyom a partiba. Utána megy kispadra, aztán meg majd lesz az árulat, jól szétverjük a fejét. Ja. Tehát csak addig fogjuk használni, míg 12 Corruption-ünk meg nem lesz. És mit is mondtál túl a kapcsolatban, hogy miért nem rakunk rá semmit? Túl az utálja azt, hogyha valaki a Chaos-nak valakinek a káosznak akár a minimális jele is megtalálható. Szóval majd így el kell dugatni nekünk minden pályó után, hogy jaj, hát káosz vagy, hát én azt nem szeretem, hát te vegyed lefele magad úgy gyorsan, fúj. Mm-hmm. Tehát túl elméletileg el fog árulni minket, ha tetszik, ha nem. Tehát ugye a játék során úgymond két árunk lesz, túl a garantált, meg egy a választott, nem? Igen. Hát jobban örülnék, hogyha túl lenne a kötelező is, meg a, tehát érted, az alapárló, mert akkor nem kéne hagyolni, de hát nehogy már, az úgy túl egyszerű lenne. Hát, az túl egyszerű lenne, jó. Na, akkor irány Meridian. Oké.
Ó, és akkor már itt az Angel Forge. Jaj, nem szabadunk tőle. Igen, mert... mivel káosz vagyunk itt Masterclass alatt, itt le kell rombolnunk a legészet. Na, az ének. Hát ha az nem fog bebugolni, de úgy jól kezdődne. Mert igen, amúgy az alapban ugye ez a pálya, ez bugos volt. Remélem, hogy itt már nem kell levennem a zenét se semmit. Szépen felkészültek az orbajok. Rengeteg lesz a jármű. Nem baj, van rakéta vetünk. Meg a kalapát csak nem stampolod a járműveket. Autó. Moralizing later, librarian. There are orcs to kill. Johnny, oda kell figyelnem nagyon, mert még így is papír lesz, mert szerintem kurvára. Hát másabb azért a pálya felépítése, mint az alapban. De nézzük, mit tud a kalapács. Az igen. Unlimited power! Példa súlyoz az a kalapács. Tetszik amúgy nagyon. Hát jó, oké, mondjuk a Rangedre megyünk, de a kalapács az szerintem ilyen használható alternatíva. Sziasztok. Granat. Hű, milyen jó ja, igen. Ez egy képesség, amit Jonának raktam. Az a lényeg, hogy amíg egy helyben állok, addig egy ilyen bubit lenyomok, és akkor nem tudnak lövöldözni az ellenfelek benne. Aha. És magadat is védted ezzel? Persze. Csak hogyha megbosszulok, akkor instant kijövök belőle. Hű? Greenskins and the Havelocks. Van még itt Commandos is. Megjelent egy Warboss. Egy bombosa. Help me! Help me! Oh my god! Nem olyan vészes, mondjuk. Elveszt. Unlimited power! Az igen, hogy lekloppoltad, és ez is nyomja a húzó. Nem nyomja a húzó, akkor inkább megvan. Itt van egy lobszkvat, meg egy rakétások. Most van itt egy automatik fondi, tehát ezt fogjuk most befoglalni. Ami garantált. Ugye általában így választhatunk, hogy mit foglalunk el a két épület közül, de most ez kell. Ha tetszik. Van két Death Dread, egy War Truck, meg egy tank is. Az itt egyszer, ez így fáj. Darkus meg beakadt a falba, azért csodálkoztam, hogy hol van. Nem baj. Azért van rakétavető. Két követően nagyon szépen egyszerni a HP-et. We are under heavy fire from insurgent forces inside the perimeter. Heavy casualties. Heavy casualties a vitriák. Ja, mert vannak az eredmények. Hát, csak egy olyan there is a command console inside the perimeter which you can use to lower the gate, Commander. Jump packs should allow you to reach it. Commander, that position is exposed. Na, és akkor... Tehát, hogyha jók akarunk lenni, akkor... segíteni kell a guardsmagnek. Ha rosszak, akkor meg elpusztítjuk a kaput. Ó, ez a 5 korábbi szemben.
De ajtólag a testvér, ja, nem? Nem vagyok a testvér, de kösz. A testvérem! A gyere ide! Elég fasz. Az elfant. Milyen messzire? Hú, de spúlizott oda a végére. Most érzem, hogy mennyi káosz szeretik őt. Ja, itt is vannak a Chaos Space Marine-ok. Annyira jobban néznek itt is, mint az egyben. Remélem, hogy Eliphaz most már nem fog elfutni. Eli fasz arra beszél, hogy adjam át túlnak, hogy üdvözli. Ezt lerakom a turretteket, hogy tudom. Okay. Hogy azért az átéljön. Jól néz ki ez a felhoz bőrni. Ja. Egy brutál. Ha akkor tudjuk már, hogy nagyon szavar. Ez egy jó ötlet. Egy minusz. Nem tudok éppen azt tanulva, de ez az a semmi személyes. Ja, kalapáccsal tudom sztárolni. Ezért is nagyon jó az a kalapács. Te az egyetlen közelharci fegyver, ami érdemes átni a Force Commander. Semmi más. Ezek a tünetek is azzal is el van foglalva. Amúgy jött az már szembe, hogy milyen vagyok, hát ki van rakva az a film opén, és még egyszer nem használtam. Carapace of Pain, azt hiszem az is korábbi. Full-fledged heresy. Come on baby, give me some heresy! Nagy gyors. Elvesz, soha többé nem látjuk az Angel Forge-ot, és szerencse, hogy ez nem bugolt. Nagy szerencse. Csak 27 percet töltöttük. Minden jót Beckett azt mondta, hogy minél tovább húzódik egy pálya, annál több corruption-t is kapunk elméletileg. Mhm. Úgyhogy... A következő pályánál ez nagyon igaz. Ó, csak úgy érzünk a vörösben. This is very grave news. We cannot allow the forces of chaos to overrun our recruiting worlds. The traitor legions must be based on planet Aurelia, Commander. Return there immediately and hunt them down. Angelus azt mondja, hogy menjünk vissza Aureliára, mert ott érzékelt, hogy ott vannak ezek. Aha. Bloodlust. Fearful. Na most ezeket is olvassam fel, mint hát... Jó, akkor kezdjük. Azt mondja, hogy Piercing Cry. A Battle Cry-jal a közelben lévő egységeket sebzem is le is tanulja. Ha nincsen meg a Battle Cry, akkor a Piercing Cry ability-t kapom, ami ugyanaz a képességgel rendelkezik. Várjál, a Piercing Cry, az üdő. Az a Bjurberg, nekünk ez nem lesz. Ja.
Aztán van Bloodlust. Nekünk onnan a lényeg a Bloodlust-tól. Na, tehát az energia regeneráció az eléggé lelassult ezzel. De az, hogyha ölünk, akkor mind energiát is kapunk vissza, mind életet is. Nagyon jó. Fear for victory. Tehát, hogyha ezt a Pito Victory képességét használ, akkor a közelben lévő egységeket így demoralizálom, tehát beszarnak tőle, úgymond. És a sebzést is csökkenti. Unholy Revival, ez egy globális képesség, tehát ugye bárhova nyomhatom ugye a térképem. Azt imádni fogod. Ezzel minden egyes halott egységemet felélesztem. Tehát átmegyek a Force Commander egy nekromantába, mondhatni. És ezzel még a Corruption-t is nevelem, hogy olvasom. Igen, a globál képesség eleinte mind adnak Corruption-t. Nagyon jó. So, Will to Power. Ezzel az egységeimnek a képességét csökkentem, hogy kevesebb energiába kerülnek. És még a CD-s, tehát gyorsabban is tudják használni. Sweeping Doom. Lényegében így a földre csapok tényleg, és akkor egy nagy területi sebzés be fog jönni ez. Call for Blood. Battle Cryom az Call for Blood lesz, tehát mit eddig használtam, ez a Battle Cry, onnantól Bloodlust-ot kapnak közelben lévő szövetség és egységek is. És mindegyes ütéssel micsoda sértetetlen vagyok a bejövő sebzésre, ha jól értem? Igen, de a HP-t azt folyamatosan veszíted, de kisebb mértékben, de veszted ugyanúgy a HP-t. Na, tehát még tankosabb leszek. Jó, tehát ez volt a Horse Commander. Nézzük Avitus-t. Avitus-nak van egy Vengeance. Amit nem kap meg, de a legelsőt nem kell nézni, amin ilyen lecsni van, mert az a vivé, az ugye a pure talent, csak úgy mondom. Ja, akkor ezt javaslom. Bloodlust, tudjuk. Hardness, egy globális képesség, tehát bárhol nyomható a térképen. Avitus kifejti a dühét, és ezzel a közelben lévő egységeket így sértetetlenné teszi, és egy kicsit immunissá a távolsági sebzéssel. Elég jó. És ezzel is Corruption-t növelünk szintén. Ez a Corruption úgy működik, ugye, hogy nem mindenes csapattárs kapja, csak némelyik ilyen objektívből növeljük ezeket. Tehát mindenkire Corruption-ös cuccot kell rátenni. Ha lenne egy Corruption-ös RPG-m, az lenne a legjobb. Inhuman Might. Nem, ha megütik, benyomja a sprintet és a clear out képességet is egyszerre. Melyik a clear out képesség? A Strange második. Ja, hogy ez? Tehát ki se kell tanulni ezt a képességet, hanem a Rage-ből megkapom? Vagy a Chaos-ból? Aha. Annak ugye akkor mi értelme van? Nem értem. Na mindegy. Will to Power. Ez ugyanaz. Aura of Blood, egy szintén egy képesség, tehát ilyen passzív képesség. Javaslom, a közelből egységeknek megnöveli az életét. Nem, de HP-ba kerül a képesség, nem energy-be, inkább így mondanám, és egy ilyen bleed aurát nyom maga köré, amit tudsz. Aha. De ha közel mennek hozzá, akkor folyamatosan sebződnek. Miket nem tud. Fire Frenzy. Tehát a Focus Fire, ami a képesség Avitusnak, növeli a sebzést, hát, és hogyha kifogy az
energiából, akkor ez a Fire Frenzy az életét szívja. Tehát így végtelenségig használhatom akár. Csak akkor ugye az életembe is kerülhet. Durva. Na, nézzük Tarkust. Bloodlust ugyanaz, nem is nézem. Bloodlust, igen. Shield of Hate. Egy szinte egy globális képesség. Kijelölök egy területet, és az benne lévő egységek egy olyan pajzsot kapnak, hogy azzal konkrétan visszalövik az a lövedéket az ellenfelükre. De ez olyan bosszoknál is működik? Mindenem működik. Az elég jó. Enrage, egy újabb képesség, és megtámadja a saját társait. És ha a taunt ki van rakva, akkor ez tömeges. Tehát akkor nem csak egységet jelöl ki. Aha, ez nagyon jó. Will to power, tudjuk. Unholy Zeal. Ez, hogyha elhasználom, akkor egy bizonyos ideig is eltetetlen. Életet regenerál vissza. Tehát aki engem sebezne, az úgymond életet tölt nekem vissza. Amíg tart. Amíg tart. Ja. Mark of Nurgle. Tarkus immunis lesz ezután a Supersonre, tehát így leasítani egyáltalán nem lehet majd. A Tactical Advance Aura of Decay lesz. Tehát Tarkus egy ilyen fig felhőt fog nyomni magából, ami csökkenti a movement speedjét, de amíg tart, addig megölni egyáltalán nem lehet. Tehát a közelben lévő egységeket így sebzi, és folyamatosan élt regenerációt. Konkrétan olyan, mint egy Dr. Mundo ulti. Így van. Tiszta az. Lehetne Tarkust millire nyomni, de akkor nem lehetne használni ezt a jó kis Blighted Bolt-et, és az nekem jobban megéri így, bocsi. Ez igen, Tarkus beszar. Nézzük most Jonat, Unholy Vigor, egy globális képesség. Ezért fogjuk használni őt elején. Minden egyes egységnek így visszatölti az energiáját a térképben. Mert egy szövetségbe, tehát ellenfélnek nem. És ezzel mi Corruptiont is kapunk. Nagyon jó. Will to Power, tudjuk. Burning Hatred. Tehát ilyen lángok borítják be Jonát, és ezzel csökkentik az energiáját, de a közelbeli egységeket is sebzi. És ezután tudja használni Forbidden Tome of Flame-et, tehát olyan tárgyat. Dark Whispers. Életet és energiát tölt vissza minden egyes megölt ellenfél után. Igen, de Jonával az a baj, Káosz, hogy kurva papír lesz. Tehát gyúrhatnád armorra, de semmit nem érsz vele. Mert a Káosz miatt lenullázódik az armorja. És szó szerint ilyen, tehát a HP-ját most úgy érzed, hogy 482. Na, mivel Corruption-ön vagyunk, ez számod, úgyhogy az 48 HP csak. Az igen. Tehát azt 48-nak nézed. Így kell játszani Jonával, ezért nem szeretem őt Káoszba. Hát, Mr. Useless. Igen, de ő tényleg Mr. Useless. És hogyha ezt a Dark Whispers-t kitanuljuk, onnantól a Tome of Subjugation-t is tudja használni, az is egy szintén ilyen tárgy, mert vannak amúgy ilyen könyvek, majd valamikor esik, de még nem nagyon esett. Talentolni is kell őket, de hát hogy essen, de a Chaos könyvekben az a legjobb, hogy azokat ugye kapod, ahogy a Corruption-ed egyre nagyobb lesz. És minden egyes könyv 3 Corruption-t ad Jonának. Tehát egy pályát megcsinálsz vele, 9 Corruption-t össze lehet vele leszedni. Az úgy nagyon szép. De azért mondtam, hogy Jonát nem sokáig kell használni. És egy perc alatt fel lehet húzni úgy. Ja. Azt mondja, Torment. Hát ez egy szintén passzív képesség. Jonna energiája visszatöltődik, hogyha egy Space Marine meghal. Tehát, hogy valaki meghal a csapatból, akkor ő energiát tölt vissza magának. És ezután, hogy ez ki van tanulva, a Tome of Chains-et is tudja használni, a könyvet. Igazából a Tome of Flame, ami a jó lesz neki. Tome of Chains az szerintem bugos, mert nekem soha nem működött.
Tehát az egy tömeges stun lenne igazából, de nálam soha nem működött valamiért. Tehát benyomtam és ugyanúgy ütöttek tovább. Uh-huh. Hát, lehet, hogy bugos. Aztán a fő képessége a Markov Cent. Cench? Cent. Kiejtésbe megyünk, de lényegtelen. 50 cent kész. 50 cent, ja. Micsoda, tehát konkrétan eladja a lelkét erőért, mint átadva minden egyes kához. Micsoda? Tehát baromi nagy sebzés kap, de... Belófasz lesz a HP-ja. És ezzel most mi értelme ennek? Igazából annyi, hogy Jonathan azt nem fogod használni a frontvonalban, hanem így távol marad, és ezt a Forbidden Tome of Demons-t használja, hogy idézi folyamatosan a Bloodletter-öket. Ja. Meg a Bloodcrusher-öket. Aha, értem. Tehát ő ilyen summoner lesz. Tehát olyan, mint egy Diablo 2-es nekró. Csak így idézgeti a szarjait, azt ő így távol marad, hogy őt ne bántsák. Na nézzük Cyrus-t. Bloodlust tudjuk. Aggravated Wounds. Még nagyobb a csap a Snipe. Nálam legalábbis. Lényegében ennyi. És ezzel, akit eltalál, azzal még... Hogyha nem ölte meg, akkor még csökkenti a sebzését az alatt ellenfélnek, meg a mozgássebességét is. Viszont a következő képességet szerintem szarrá fogjuk használni. Cloud Minds, egy szintén teleti, globális. Micsoda, az összes ellenfelet megvakítja. Vakító villanás. Az összes ellenfelet a térképen megvakítja, de... És ez basszoros volt? Amíg nem támadjuk, addig szart se lát. Ezt értsd így. Ez igen. Ez nagyon jó kis képesség. Will to power, tudjuk. Ethereal. Amíg stealth-be vagyok, addig sértetetlen vagyok. Lényegében ennyi a... Viszont, hogyha kijövök stealth-be, akkor double damage-et kapok. Azzal a lendülettel, ahogy kijövök. Uh-huh. Hát valamit valamiért. Deadly Package. Egy újabb képesség. Micsoda? Tehát ezt egy társamra tudom rakni, és aztán, tehát így fogom, mondjuk tegyük fel, hogy mondjuk én ott vagyok, mit tudom én, Force Commander-en, vagy 50 élettel, ő rám rakhatja ezt, és igaz, hogy én meghalok, de magammal viszem a kezembe lévő egységeket is, úgymond, ez szó szerint alakul bárja. Jó, tudjon, itt csak jól kell tudni használni. Mert hogyha azért... Mert azért, hogyha teljes élettel rám bassza ez Beckett, akkor én dühös leszek. Nem vagyok akkora fasz, ne aggódj. Nézzük Tadeuszt. Várjál, viszont van egy ötletem. Darkus nem tud meghalni ugye taktikál advance alatt. A Mark of Margul? Hogy... Igen. Ő nem tud meghalni az alatt. Inkább szerintem ne teszteljük le, de... Majd kiderül. Én lefogom majd. Jó, majd kiderül. Tarkuszon hát... én leteszelem. Jó, úgy is te irányított Tarkuszt. Ja. Na, azt mondja, hogy Tadeus Bloodlust-a tudjuk, Skin of Steel, egy globális képesség. Az összes szövetségesemnek konkrétan immun is lesz egy ideig a közelharci sebzésre. Csak a közelharcira, tehát a távolságira nem. De ugye ez se rossz. Unholy Fury. Ha ezt használja, akkor a közelbeli egységeknek elszívja az energiáját. Tadeusz a vámpir. Will to power tudjuk. Raptor Assault. Krátert hagy maga után, tehát szó szerint ez is ilyen, olyan, mint a Force Commandernek a sweepje. Egy jó nagyot ugrik az. Kíváncsi leszek ezekre, hogy hogyan fog működni. Ez viszont meg megnyugtatlak, a Raptor Assault az nem bántja a szövetséges egységeket, de hát kipróbáltam. Na, addig jó. Demonic Possession, egy újabb képesség. Tehát lényegében
hogyha ugrik egyet, akkor ilyen bloodlettereket idéz meg. Nem kell ugrania, de megfogja egy csapattársát, fölhajítja a levegőbe, utána az becsapódik, mint egy meteor, és démonok jönnek ki belőle. Ja, hogy úgy? Aha. De az a baj, ezek a démonok ugye ránk is hat, tehát minket is sebezhetnek. Mindig is... kell úgy belőni, hogy ne nekünk fájjon. Érdekes. Kaptunk igazság szerint egy Purify armort is, amit bezúzhatunk. Hát itt ilyen sárga keretje van, innen lehet tudni, hogy ez Purify-os item. A piros meg ugye a káoszos. Ja, aha. Úgyhogy, ha nem haragszom, meg én ezt a Blighted Power armort szépen bezúzom. Tehát ami sárga, az a jó. Ami piros, igen, az a rossz. Csak nekünk ez fordítva van, nekünk ahogy piros az a jó. Hát nekünk fordítva pont. Jó, ez a Tadus. Most sem hát túlnak meg nincsen káosz, mert ugye ő a szent túl. Na most ugye vissza kellett jönnünk Auréliára, és újabb káoszok lesznek, ugye ki kell küzdek. Tehát ő végig egy új elfe, és nem csak az vagy Eldar, vagy Tiranid, vagy Eldar. Tehát azoktól ki van a faszom. Szóval én nagyon örülök, hogy káosz van végre. Meg ork. Az is jöhet, csak ne Eldar, meg ne Tiranid. Commander, now is the time to strike back. The Black Legion is operating from a well-fortified industrial facility on planet Aurelia. You must break into that complex and defeat the traitors within. Hát Angelus azt mondja, hogy be kell törnünk a káoszhoz, és akkor felbolygatni, mert hogy mi az, hogy belénk kötöttek. És kapunk egy laszkanont, ez mi ez? Avitus tudja használni, ez egy lézerfegyver? Még ilyet sem láttam, tehát ez szerintem újdonság Chaos Rising hozta be. Path of Corruption. These squads will gain corruption upon returning from this mission. Nagyon jó. Azt mondja, miért nem jeztem mi az előző pályán? Mert ott kezdődött el a corruption. Ja, hogy... Tehát ilyen innentől már megy. Na, már itt is esik az eső. Imádom. Those guardsmen are up to their necks again. Traitors with heavy weapons have them pinned. We need to eliminate those chaos positions. Kis villám, ez a kérdés. Látom. Előbb a túl majd soha kerül, úgyis, hogy én is tudok használni dolgá. Köszönöm, hogy nem hamarabbat. Megoldjuk. Köszönöm, minél hamarabb a szép leteket. Erre való a Vitus, ugye? A két vetőjével. Az élet azért fura ennek a pályának is a felépítése. Káosz is menekül, na hát. Ne menj előre, ne menj előre! Jó. Blood Ravens, good to have you here, Commander. Report, guardsmen. Yes, sir, of course. The enemy is heavily entrenched and holding the entirety of the facility. From what we can tell, we're facing large numbers of Chaos Space Marines, as well as Vandus Heretics. Ooh. The enemy's raised some sort of powerful energy shield around the central portion of the facility. Auspex scans show a power station to the north, Commander.
The shield must be drawing energy from there. We will take that station then. We managed to establish a field command here, but we've yet to push any further. Akkor áprilisos feladat az, hogy szakítunk kell. Jó. Tehát Beckett mondta ugye, hogy minél többet el kell tölteni így a pályán, tehát most egy kicsit így javkolunk. Gyere ide látom. Azért jár a Corruption, hogyha az Imperial Guard a teljesen kírja a káoszt. Az egy idegen tartani. Jó. Na jó így. Hát akkor... Nagy a vég. Még legjobb arról beszéltek ugye, hogy... Van ez a pajzs, tehát ezt valahogy meg kell szüntetni. És van itt ez a Communication Array, valószínűleg abból nyernek így energiát, ja nem, ebből a Power Stationből nyernek energiát, tehát hogyha ezt megszüntetjük, akkor valószínűleg megszűnik a pajzs is. Coordinates are being relayed through a communications array north of here. The traitors are using that array to guide the artillery. If we take it from them, we can silence those guns. Won't last long unless you do, Commander. Move up and hold that position! Tehát a Chaos ugye használja ezt a communication array-t is, hogy ilyen légitámadást nyomja ránk. Úgyhogy el kell foglalni. Mondjuk... Tetszik, hogy így másképpen csinálták meg azért itt a pályákat, tehát nem az van tényleg, hogy választani kell, vagy ugye ezt, vagy azt, hanem itt garantált a communication array-t fogunk befoglalni. De azt nem hittem a szememnek, 0%-on áll az éjskömet, ugye bánni kell, hogy használják ezt a communication array-t, és ezzel ebben bázák ezt az épületet, de 0%-on áll, és hogy nézem, 34 ettel. Ez most így elkezdve, hogy ilyen egy kis, mint hogy egy porszem tartaná az egész. Szegények mit érezhetnek ott? Hát lehet, hogy megmondom, hogy lerombolom, vagy várjunk. Nem lehet, hogy alá támadni. Lehet, hogy lehetett lerombolni, várják. Hát csak attól van, attack, move! Megoldjuk. We failed them. Assign blame later, Thaddeus. Focus on destroying the Chaos Temple. Hát, ez egész Chaos Spell taktika lényegében. Yes, very sad. Anyway, the Black Legion has summoned demons to their side. Na, megidéztek egy gépezetet. Így, és csak úgy jön felénk. A Blood Saka. 24 eszint. Nem baj, van egy RPG. Így szépen jó. Szépen megy az élete. Kettő film. Don't push. Köszi a szintlépest. Megjelent Aragaszt. We beat back the Tyranids. You will fare no better. Empty bravado will not save you, stripling. Commander, this is a distraction. I can feel a dark ritual is underway. A temple. They have established a temple to the powers of chaos. We must destroy it. Elfoglaltuk a tornyot, és most már nyugodtan mehetünk középre. Annyira kell csak figyelni, itt volt két ilyen Chaos Dragna, tehát az tud fájni, hogyha nem készünk fel rá. Commander, that relay did more than just transmit target coordinates. There's a recording. Use them to ambush my battle brothers here with a distress signal, and our agreement is over. What was that? Someone betrayed us! Használtunk, ahogy ilyen RTS strike-ot is, de ezt kaptuk, meg itt nyomják a... Hát
Tehát ezeket démonokat idéznek közben. Tehát használhatjuk ezt az Arctic Strike-ot bárhova. Mondjuk ide használom. De ezt ugye nem muszáj oda használni, amit látunk, tehát bárhol lehet. Aztán ugyanegy globál képesség. Ilyen tudnak jönni. És akkor már szépen megidézik a démonokat. Bloodletter. Nagyon jobban néz nekem úgy a képeik is. Hát az, hogy elpusztítottuk ezt a templomot, ilyen önpusztító módot aktiváltunk, úgymond. E, 67 percet szenvedtünk ez a pályán. Még külön szélmet. Azt meg arra a szóról beszéltek éppen, hogy azért nem támadtak most ránk, mert ugye tudják, hogy egy valaki árul lesz közöttünk, és kihasználják. Tehát türelem, türelem majd. Jól már Angelos, mennyit pofázol. És akkor te jó ég, mehetünk Calderis, Typhon, Primus és Meridianra, egy csomó mindent csinálhatunk. Na de innen fogjuk folytatni, mert a nagy része megint elment a pofázással, de most már remélem, hogy nem lesz több. Tehát elmondtuk szépen a talentrendszert is, a káosz talentekot is, tehát mindent elmondtunk. Több kérdés szerintem ezzel kapcsolatban remélem, hogy nem lesz. Mert hogy többet nem fogunk elmondani, az biztos, mert így is túlságosan részleteztük. De hát egyszer valakinek ezt is el kell mondania, mert valaki mondjuk lehet, hogy csinál mondjuk egy végigjátszást ebben a játékból, de úgy, hogy nem mond semmit, tehát hogy hogyan építi a karaktereket, miért építi úgy, miért a káoszt választja, na de most már normálisan fogunk tudni játszani. Pofázás nélkül, úgyhogy akinek tetszett a videó, azzal találkozunk a folytatásban. Addig is sziasztok!